Dicsértessék a Jézus Krisztus! A családok 10. világ találkozójára fölkészítő katekézisünknek az 5. részéhez érkeztünk, amely a szülőkről, az apákról és az anyákról szól, ez a címe ennek a katekézisnek. Azt mondja a Szent Atya, hogy az életszentségnek egy nagyon szép, sajátos formája, amikor a férfi és a nő szeretik egymást, az apa és az anya egymás iránti szeretetüket kifejezik, és a gyermekek iránti szeretetüket is. Az életszentségnek az Isten által adott útja ez. És ez a szeretet annyira jelentős, hogy egy férfi és nő házasságban megélt szerelme akkor is gyümölcsöző, hogyha nincsenek gyermekeik. Az apa és az anya szeretete az irgalmasságnak a szeretetét jelenti, mondja a katekézis. A kivonulás könyvében van egy rész, amelyet a Szent Atya idéz, amiben Isten az ő irgalmas, szerető voltát mutatja be. És két szót emel ki a Szent Atya, hogy Isten irgalmas és könyörülő, két héber szó mondja ezt, a racham és a hesed. Mind a kettő jelenti a szeretetet, az irgalmat, de használják ezt a szót a hűségnek a kifejezésére is. A hesed az Ószövetségben a leggyakrabban használt szó az irgalomra is, Istennek a hűségére, de ez jelent bizalomra épülő biztonságadást is. Jelent gyengétséget, ugyanakkor kísérést, hogy Isten soha nem hagyja el az ő népét, és mindig biztonságot ad a nehéz helyzetekben, különös módon. Ez a raham szó, a másik szó, ez a rehemből származik, amely anyaméhet jelent. Az anyaméh, ahol megfogan a gyermek, ahol fejlődik a gyermek, ahol örömben, biztonságban él. Szoktuk mondani, van egy ilyen mondás, hogy nem volt olyan jó dolga, mint az édesanyja méhében. Igen, ahol gondtalanul növekszik a gyermek, hogy Istennek ez az irgalmas szeretete ilyen, mint az anya méhében növekvő gyermeket körülvevő biztonságos szeretet. És hogy ezt a szeretetet hivatottak a szülők gyermekeik felé adni, továbbadni. Isten szeretetének kettős vonását mondja a katekézis, az ő apai, férfias és anyai nőies szeretetét. Erre hívja fel a figyelmünket, ez a Szentírásban megtalálható, mind a kettő fölfedezhető. Az apa az, aki gyengéd, de ugyanakkor erős, hatékony, energikus szeretetet tud adni a gyermekek felé, házastársa felé, elsősorban aztán a gyermekek felé, az anya pedig, aki a méhnek a hordozója, a tulajdonosa, ő az, aki létrehoz, aki így aztán teremtő társa is lesz ebben az Úrnak. Ezt fejezi ki ez a szeretet, ami a gyermekei felé kifejeződik. Az apa és az anya valamiképpen hasonlít a teremtőhöz, Istenhez, aki teremt és megbocsát. Az Ószövetségben a teremtés és a megbocsátás szó csak Istenre vonatkoznak, de Isten az embert is valamiképpen hasonló módon részesíteni akarja ebben, és ezt adta az apának is, ezt adta az anyának, hogy az ő társaivá lesznek a nemzésben, a foganásban való közreműködésben, a szülésnél, a gyermek nevelésében, egymás felé való türelemgyakorlásban, a megbocsátásban, és ezzel a mennyországot hozzák a földre, ha pedig a mennyországot hozzák a földre, mondja a Szent Atya, akkor tulajdonképpen a Szentlélek működik. Tehát a lélek van közöttük, és őt adják tovább egymásnak, illetve a gyermekeiknek.
Nagyon fontos, hogy az apa jelen legyen a családban. Olyan világban élünk, ahol apa hiány van, ezért az apa jelenléte rendkívül fontos. De azt is mondja a Szent Atya, hogy azonban az apának a szeretete ne úgy legyen ott, mint egy ellenőr. Az az apa, aki ellenőrként van jelen a családban, az nem engedi, hogy a gyermek kibontakozzon. Az ő képessége, az ő Istentől kapott ajándékai nem tudnak kivirágozni és kibontakozni. A jó apa azt tud várni, meg tud bocsátani, engedi, hogy megérjen a gyermeke, a gyermekei. De ugyanakkor tud határozott lenni, tud fegyelmezni is, nem valamiféle gyenge, érzelgős apáról van szó. Óriási nagy ajándék, hogyha az apa megtanulja a megalázás nélküli fegyelmezést. Ebben is hasonlít Istenre. Anyának lenni pedig, mondja a katekézis, egy életre szóló döntés. Nem arról van szó, hogy valaki megszül egy vagy több gyermeket, hanem az hivatás. Életre szóló döntés. Döntés az életadás mellett. Ezt jelenti anyának lenni. Anyák nélkül embertelen lenne a világ. Embertelen lenne a társadalom. Mert az anyák mindig képesek tanúságot tenni a legnehezebb helyzetekben, a háborúban, megpróbáltatásokban, nélkülözésekben. Az ő gyengétségükkel, odaadó szeretetükkel erkölcsi erőt adnak mindig gyermekeiknek, házastársuknak. És a vallási élet első kincseit is ők adják át. Mennyi és mennyi olyan gyermek van, aki azt mondhatja, hogy az édesanyától tanult meg imádkozni, ő vitte először templomba. Óriási ajándék ez. Az apa és az anya hivatása Istentől kapott karizmájuk alapján rendkívül fontos. Így tekintsünk mi is az apaságra, az anyaságra, a házasságra, a családra, a gyermekek nevelésére. Szent Atya mindig házi feladatot is ad nekünk egy-egy katekézis után. Most a mai azt jelenti, hogy erről gondolkodjunk, elmélkedjünk el erről a témáról, esetleg, hogyha a kezünkbe tudjuk venni a katekézis írásos formáját, akkor olvassuk el újból, elmélkedjünk róla és beszélgessünk az apaság, anyaság témáján. Illetve azt mondja a katekézis, hogy az apa és az anya nem csak akkor apa és anya nem csak akkor éli meg az apaságát és anyaságát, hogyha nekik saját fizikai gyermekeik vannak, hanem hogyha lelki segítők, kísérők tudnak lenni, tehát hogyha nekik lelki gyermekeik vannak, az is Isten apai, anyai szeretetének a továbbadását is jelenti. Az ő gyengéd szeretetének a közvetítését. Úgy gondolkodjunk el azon, hogy kik a mi lelki gyermekeink, akiket Isten ránk bíz. Életünk ezen szakaszában kik azok, akik ilyen módon lelki síkon kapcsolódnak hozzánk, illetve mi Isten gyermekei felé fordulva így lehetünk lelki apjuk vagy anyjuk a ránk bizottaknak.